Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Kálmán Imre Kulturális Központ színpadáról, Gólc Antal Katalin vagyok. Egy érdekes emberrel izgalmas témákat fogunk boncolgatni. Tanító, bőrügyi nyomozó, kriminálpszichológus. Vagyonbiztonsági céget vezet, és amíg a pandémia világjárvány nem szólt közben, ő országszerte teltházas előadásokat tartott megtörtént esetekről, bűnügyekről, a hazugság lelki anatómiájáról, Antal Gábor pszichológussal és Kovács Krisztiánnal. Evelinnel feleségével együtt nevelik 10 éves ikerlányukat, és Evelin első házasságából született Hanna lányukat, aki már gyönyörű hölgyé cseperedett, ahogy láttam. Két fiúval is büszkélkedhet, és egy 2 éves kis fiúnokája. Akit én most szeretettel köszöntök, Doszpot Péter. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Így beharangozóban annyi mindent mondtam, hogy hogyan fér meg ennyi minden egy személyben? Hát úgy, hogy 58 éves vagyok, tehát igazából ez mindenképpen kell a kor. Egy pillanatra visszatérnék. A Hannánál egy érdekes szituáció van, vagyis nem is érdekes. Én most már 2 éves kora óta nevelem, és örökbe fogadtam. Tehát nálunk már ez ilyen nem is érzékeny téma, de már úgy összemosodtak a határok, ő már doszpot lány, és ő olyan, mintha az édes gyerekünk lenne. És mindig is így volt, tehát ő egy örökbe fogadott, és már a nevemet is viseli. És ez azért szoktam mindig elmondani, mert főleg most, hogy már nem is tudom, de ez már nem tínédzser korom, 19 éves, így érzékenyebb egy ennél a témánál, tehát ő sajátként van, és ő doszpot Hanna. De ezt most nem, mert nyilván nem első házasságában van a feleségem, mert csak úgy... Mondhatjuk, hogy hölgykoszorúban él. Hát ez egy nagyon kemény dolog, igen. Tehát ennyi nővel együtt élni. Már van két fiam is, tehát hogyha nagyon szar a helyzet otthon, akkor ki tudok mozdulni, és akkor tudok egy kicsit tovább menni. És az unokám is sír. Akkor erősödik a férfiak létszáma is a családban. Hát, de külön élnek, tehát azért ez az elnyomás otthon, ez nagyon erős, és ez folyamatos, tehát... Ne haragudj, hogy ezt mondom rögtön így a beszélgetés elején, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy doszpot Pétert a hölgyek otthon el tudják nyúlni. Hát, de. Is, a feleségem is erős egyéniség, a csajokról még ne is beszéljük. Nekem is ikerlányaim vannak, úgyhogy tudom, hogy működik ez ketten egyel. Tanítóként kezdte pályafutását, vagy csak tanulta ezt a szakmát? Tanítani nem tanítottam, csak elvétve, de képesítés nélküli nevelő voltam. Akkor még létezett, amikor én ezt úgy elkezdtem. De a közben alakult ki, hogy én zsaru leszek, és azért végeztem el a végülis azért lettem tanító, vagy azért lettem pedagógus, mert én ifjúságvédelmi rendőr akartam lenni. Akkoriban még abban az időszakban, ugye 1990-es évekről beszélünk is, az legelejéről, sőt a 80-as évek végéről, akkor még létezett Budapesten egy ilyen ikonikus egység, ifjúságvédelmi osztályként üzemelt a Budapesti Rendőrfőkapitányságon. Nagyon komoly és nagyon híres nyomozók voltak benne, és én nekem úgy tetszett a dolog, és akkor arra gondoltam, hogy ha már rendőr le vagyok, és úgyis lenne főiskolám, az úgy tök tudná segíteni a munkámat, és tök jó lenne, ha lenne hozzá egy diplomám, egy civil diplomám, és nem csak a rendőrtiszti. És azért végeztem el végül is, hogy majd az egyik bár nem lettem ifjúságvédelmi zsaru, de jól jött folyamatosan azért ez a... Igen, biztos, hogy azok a tanulmányok is biztos segítették a további munkáját, hogy több szempontból látható bizonyos eseteket. Igen, mert ez egy érdekes szakma, tehát ezt igazából nem lehet megtanítani. Ezt gyakorolni lehet, ez a gyakorlat során alakul ki, hogy ki mire jó ebben a rendőrlétben, és hogy miben tud egy kicsit hozzátenni, vagy mi az a plusz. Nyilván alapokat meg lehet tanítani, de sajnos ehhez öregedni, és gyakorlatot kell szerezni, hogy ez jól. A tapasztalat, hogy meglegyen. A 90-es években nagyon-nagyon aktív életet élt. Nem hiányzik az a pörgés, az a nyüzsgés, hogy maradt vissza azért belőle, csak mondjuk a médián keresztül mi annyira nem látjuk ezt? Nem maradt vissza, hála Istennek, mert ugye nem önszántam,
jól értem azt az aktív életet, hanem egy példátlan helyzet állt elő itt Magyarországon, és egy ilyen nagyon komoly leszámolási hullám indult el, és mivel én vezettem, én voltam a vezetője a BLFK-n, a gyilkossági csoportnak, mi aztán megkaptunk belőle mindent, a robbantásoktól kezdve a öldözésig és nagyon sok gyilkosságig, és ugye nem tudtunk más csinálni, csak mentünk az események után és próbáltuk felderíteni ezeket az ügyeket. Tehát az egy állapot lett, ami hosszú évekig tartott, és eléggé beletolt minket ebbe a pörgős életbe. Maga a rendőrség is sajnos annyira érdekesen működő szervezet, hogy nagyon hozzá lehet szokni az ember rendőr, és nagyon meg lehet szeretni. Lehet utálni is, de ha ez valakinek jó, akkor ezt nagyon lehet szeretni, és nagyon nehéz eljönni. És én azt gondolom, és nem bántva a többi rendőrt, de hát én azt gondolom, és én azért is lettem gyilkossági zsaru, mert nekem az volt a non plus ultra, és azt gondolom, hogy az a csúcs. És aztán, mivel én az voltam, minden más, ami utána következett, minden más munka, az nagyon nehezen volt elfogadható. Tehát nagyon sokáig szenvedtem, miután eljöttem a rendőrségtől. Pont ezt akartam kérdezni, nem hiányzik-e az az élet, de ezek szerint azért vannak nosztalgikus percek, amikor végig gondolja, hogy mi történt akkor, milyen esetben? Ebben segít az, hogy aztán elkezdtünk előadásokat tartani egy pszichológus kollégámmal, és ez állandóan fenntartotta, és fenntartja a mai napig is egyébként azt, hogy az ember tud beszélni arról, hogy dolgozott, mit csinált, milyen ügyekben dolgozott. És valószínűleg ez kielégít. Hát nyilván azért azt tudomásul kell venni, hogy nem lehetne már visszahozni a 90-es éveket, a 21. században élünk, tehát erre már csak emlékezni lehet, és esetleg mesélni róla, hogy ez milyen izgalmas, és mennyire más volt minden, amit, ahogy mi dolgoztunk, meg amit mi csináltunk, mint a mai világ. Sokat változott a világ, ugye? Hát gyökeresen megváltozott a világ mindenben. Ezzel nincs mit tennünk, ez igazodnunk kell. Tehát ez nekem is igazodnom kell, és nyilván nem lehetne már ugyanazt. Ugye mondják a bölcsek, hogy nem tudunk belépni abba a folyóba még egyszer ugyanoda, vagyis legalábbis abba a vízbe nem. De hát ez valószínűleg az lenne a szomorú, hogyha az ember ezt még azt akarná, és akkor egy ilyen nosztalgikus helyzetben leledzene, meg érdekelne, hogy majd csak ez lesz még egyszer, meg leszek ilyen a nagy Dostok Péter, vagy nem tudom. Tehát igazából ez lenne az egészségtelen. Nem álmod vissza eseteket? Nincsenek olyanok, amik kísértik esetleg még ennyi idő múlva is? Soha. És ezt még akkor rendőr voltam, akkor se. Tehát én igyekeztem úgy tehermentesíteni magam, és erre ráerőszakoltam az agyamat, hogy amíg dolgoztam. Aztán, hogyha kiléptem belőle, akkor éppen otthon voltam. Csak hát ez azért is ment könnyen, mert voltak hosszú évek, amikor nagyon keveset voltam otthon. És állandóan dolgoztunk. És talán ez az egy, ami segített abban, hogy amikor meg nem dolgoztam, akkor igyekeztem civil lenni, és akkor mással foglalkozni. Szerintem minden rendőr bűnügyi nyomozó esetében lehetnek egyedi esetek. Lehet, hogy azért, mert nagyon rendteletes volt, vagy mert lezáratlan maradt. Önnél is előfordultak ilyenek? Hát úgy általában, ha 100 ügyre vetítem, akkor 70%-os sikerességgel dolgoztunk. Tehát az a 30 az mindig ott van, ami nem sikerült, és ugye ez azért, nem tudom, hogy szomorú-e, mert a 70% nagyon jó eredmény, de legalábbis a mi időnkben jó volt, de hát most nyilván ezzel lehet vitatkozni, de az a megmaradtak, azok is gyilkosságok voltak, és ott nem lett meg az elkövető, legalábbis nem mi találtuk meg, aztán utána valószínűleg megelőfordult, meg más rendőri egységek belefutottak, és akkor elfutták az elkövetők. Tehát ez nekünk mindig a kudarc élményt jelentette, és ezzel nem tudtunk mi csinálni. Ez ilyen. Ilyenkor szokták egymást tájékoztatni, amikor tudják, hogy valaki nagyon-nagyon sokat dolgozott egy ügyön, és sok-sok év múlva egy szemtanú vagy valamilyen nyom alapján kiderítik, hogy ki a gyilkos, akkor így ebben a körben van azért ilyen tájékoztatás? Hát legalábbis a mi időn, meg 21 vagy 22 év volt, és most nem akarok hülyeséget mondani, mert már rég foglalkoztam, mert az elévülési idő, tehát bármikor vissza lehetett nyúlni, és hogyha egy új nyom vagy bármilyen előkerült, ami előbbre vitte a nyomozást, akkor azt elő lehetett venni, és akkor lehetett benne dolgozni.
talán a mai napig is van még olyan egység a magyar rendőrségen belül, úgyhogy a dörlött ügyek osztálya, ahol a régi ügyekkel foglalkoznak, és rendszeres időközönként előveszik, ha úgy nyom van, akkor nyilván azon előveszik, és akkor dolgoznak benne. Nagyon sok ügy oldódik meg így. Lát különbséget így 20-30 év alatt a technikában, hogy tegyük föl, hogyha most történt volna az eset, modernebb minden is lehet, hogy hamarabb kiderítettük volna, vagy ez nem jellemző? Hát csak ez a jellemző, hát amikor én még elkezdtem dolgozni, akkor személyhívónk volt, nem létezett a mobiltelefon, és soha úgy értesítettük egymást, hogy emlékszem rá, hogy az egyes volt a személyhívó, mert még betűt se lehetett, tehát még mondatokat se lehetett küldeni, csak számokat. Az egyes volt az emberről, és a kettes meg a fegyveres rablás, mert ugye azokkal foglalkoztunk, és akkor gyorsan bejött, mindenki összeszedte magát, és a faluba, talán én nekem is a faluba, ahol laktam, nekem szerencsém volt, mert volt egy honvédségi lakótelepen, éltem világéletemben, ott volt telefon. Akkor bementem, felhívtam a központot, hogy értettem, és akkor hova kell menni, akkor elindultunk. Tehát még sorolhatnám, tehát nem is beszélve a technikai dolgokról, ami a DNS és ehhez hasonló, tehát gyökeresen megváltozott a világ, ég és föld a kettő. Muszáj megkérdeznem, hogy mennyire lehet külön választani a munkát és a családot? Ezelőbb mondta, hogy leteszi, nem viszi haza, de gondolom azért biztos, hogy valamilyen szinten az ember hangulat ebben folyásolja, hogy éppen mit látod. Mindenképpen állítólag külsősök azt mondják, hogy nagyon megváltoztatott. A halálhoz, tehát az elmúláshoz való dolgok, azok nagyon furán működnek nálam. Külső szemlélőnek mindenképpen riasztó, azt mondja a környezetem. De hát ezzel én nem tudom, és nem is veszem észre magamon. Mert nekem ez volt a természetes, és valószínűleg, hogy ez így is marad. De hát remélem, hogy másban nem nagyon változtatott meg. Én nem ittam soha, meg alkoholista sem voltam, meg nem lettem az, bár láttam, hogy sok kollégám eljutott erre a fantasztikus szintre, de attól függetlenül nekem ezek kimaradtak. De igen, személyiségben változtat nagyon sokat az emberen. Nagyon erősnek kell egy mentálisan szerintem, hogy valaki ezt tényleg ilyen káros szenvedély mentesen tudja csinálni, és... Igen, nekem az volt a szerencsém, hogy nekem hobbim is volt a munkám. Ezt a hivatásszót nem nagyon szeretem, mert én azt gondolom, hogy ne hivatásból dolgozunk, hanem fizessék meg, mert mindenkinek arra nagy szüksége lenne. És akkor ezzel pótolni, hogy hát ez a te hivatásod, és akkor kapsz egy 3 forintot, ez hülyeség. De viszont én imádtam. Nem hivatásszerűen, hanem hobbiszerűen, akkor inkább így fordítom le. És nálam ez nagyon jól működött, ez a kettős. És igen, nehéz kilépni belőle, amikor civil az ember, de nem is tud civil lenni. Tehát állandóan a baráti köröd egy bizonyos idő után zsarukból áll. A legközelebbi zsarukból, mert ilyen napra együtt vagyunk, tehát nyilván sokkal egyszerűbb, mert nagyon nem lehet barátkozni külsősökkel. De talán ami szerencsém volt, hogy én próbáltam külsősökkel is barátkozni. Tehát ez viszont segített abban, hogy abban az 1-2 órára az ember kilépjen belőle, és akkor nem zsarukkal lettem. De ez meg annyit nehezített rajta, hogy azonnal, hogy leültem bárkinál, meséltem meg, Úristen, mi történt. És akkor a kutya ott tartottam. Tehát ugye állandóan egy ilyen malomba jut az ember a körforgásba, és akkor meséltem az ügyekről, amiről természetesen lehetett, amiről meg nem arról. Szerintem gondolatolvasó is lehetne másodszor a kérdésemre válaszol, úgyhogy fel se tettem, mert azt szerettem volna pont kérdezni. Mert még emlékszem a papírba. Ez jó, igen, ez egy nagy szerencsém bennem. Elveszi a munkámat, szépen nézek, mosolyog. Azt szerettem volna kérdezni, amikor tényleg civilekkel barátkozott vagy találkozott, külön tudtak-e választani a bűnügyi nyomozót Doszpot Pétertől, vagy tényleg ez a mi történt, mit mondhatsz el, mit nem mondhatsz el? Tehát ilyenkor mi történt önnel? Hát ugye az én szerepem egy kicsit, bár nyilván nem nekem kéne értékelni a médiában való megjelenésemet, azt nem tudom megmondani, hogy miért kedvelt meg annyira a média, és a médián keresztül miért kaptam ennyi szeretetet, és lettem ennyire ismert. Nyilván vannak erre különböző tézisek, de ezt most nem nekem kell értékelni. De ez azt jelentette, hogy én nem tudtam sehova úgy elmenni, hogy én nem a Doszpot Péter gyilkossági zsaru vagyok.
Tehát bárhova megyek, és a mai napig is így van. Ami tök jó egyébként, mert tényleg megtisztelő. Nyilván vannak az embernek szarabb napja, amikor azt mondja, hogy most úristen, tudod, hogy jönnek a megjegyzések, hogy na most biztonságban vagyunk, ha belépek, és akkor már ezzel úgy vagyok, hogy hagyjuk már. Most marhára nem vagy biztonságban, másodszor meg tényleg van fárasztó tud lenni, de egyébként meg tényleg a fantasztikus és jó dolog, hogy ez van. Amikor a környezetem megtudta, főleg a szűk családi köröm, hogy önnel beszélgethetek, és hát persze rögtön indult az izgalom, hogy mit kérdezzek, millió 2000 kérdéset, hogy ezt kérdezd meg, azt kérdezem, mondtam, hogy mindent nem lehet. De ezt muszáj megkérdeznem, hogy tényleg valaki valamit csak úgy tud jól csinálni, azt szereti, azt szívből csinálja. Ez egy olyan terület, amin ön dolgozik, hogy itt azért szépet, jót nehéz találni. Mi adta a sikeresen megoldott ügyek, vagy mi volt az, ami tényleg annyira akkora löketet adott, hogy tovább és igenis ezt csinálni kell? Mindig azt gondoltam, hogy megtalálni egy gyilkost az egy fantasztikus dolog. Ráadásul tényleg az, tehát mi olyan gyilkossággal foglalkoztunk, ahol nem volt ismert az elkövető, ez egy ismeretlenes gyilkossági ügyek. Tehát ez azt jelenti, hogy valami hatalmas sötétségben megérkezik az ember egy helyszínre, ahol van egy holttest, valamilyen módon meggyilkolták, és akkor ebből kéne valamit csinálni, és össze kéne rakni, hogy pontosan mi történt, és aztán, ha szerencsések vagyunk, vagy jól dolgoztunk, vagyis ez így nem igaz, mert mindig jól dolgoztunk szerintem, és akkor jön a szerencse a jó munkához, meg kísértettük, akkor egyszer csak ez egy nagy fényesség lesz, és ott ül velem szembe valaki, aki szépen elmondja nekem, hogy ő volt a gyilkos, és elmondja, hogy hogy csinálta. Csak ez mindig egy visszaigazolás volt, hogy én mire gondoltam, vagy mi mire gondoltunk, és hogy mennyire mentünk félre, vagy hogy mennyire gondoltunk mást, mint ami történt. És ez egyébként egy olyan adrenalin és egy olyan fantasztikus dolog, ami elfeledtek minden mást. Mert ugye a legrosszabb ezekben az ügyekben, hogy a gyilkosság után le kell ülni a hozzátartozókkal. És azért egy ilyen ügyben a hozzátartozókat, a rokonokat mérhetetlen seb és örök seb érni. Tehát az összes baj, búbánat az ember ráömlik, amikor ott ülök egy hozzátartozóval, és próbálnék megtudni valamit az ő valaki élő, ahogy mi történt, amikor leéppen lemészárolták. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes és kettős dolog. Nem is lehet szerintem jól ezt a hírt közölni. Gondolom, amikor őt meglátták, akkor már sejtették, hogy valami nagyon nagy probléma lehet, amikor ön jelent meg az ajtóban. Vagy... Igen, ez így nem igaz, mert én mindig akkor jelentem meg, amikor már valaki megtalálta, és már én mindig akkor jelentünk meg, tehát előttünk a hozzátartozón. De az elsődleges kontaktus az velünk van, méghozzá komolyabb. Ráadásul olyan beszélgetést kéne kezdeményezni hozzátartozóval, ami valamiről szól. Na most ez marha nehéz, tehát ez ott van, hogy egy gyász közepén szeretnék én tőle kérdezni olyan dolgokat esetleg, ami még sértő is lehet, mert engem viszont értekelne, mert fontos lenne. Hát ezért mondtam az elején, hogy ezt nem lehet megtanítani. Vagy ráérez valaki, és gyakorlat során megtanulja, vagy ott fogja hagyni a gyilkossági csoportot, és amit elmegy, betöréseket akar felmeríteni, vagy más fog csinálni, hogy ettől megszabaduljon. Ha viszont ráérez, akkor ez egy nagyon fantasztikus felemelő érzés. Mondhatom, hogy talán ez a fele még nehezebb is volt a hozzátartozókkal közölni a hírt, vagy kikérdezni őket, mint magát a bűntényt, utána az esetet látni. Hát ezt nem tudom, ezt soha nem súlypontoztuk, én csak azt látom, hogy ahhoz, hogy túléljük, és ahhoz, hogy ezt lehessen jól csinálni, egy bűncselekmény helyszíne az munka. Nem azt mondom, hogy tárgy nyilván egy holttest, de a holttest része, vagy az emberi része, itt le kell zárnia egy nyomozónak abban a pillanatban, hogy meglátja, mert az a test, vagy az, ami ott történt, az információkat szolgáltat, de olyan információkat, ami alapja lehet annak, hogy meglegyen az elkövető. Tehát ha a nyomozó, vagy az én kollégáim, vagy én elkezdtem volna ott a gyászsal, és hogy Atya Úristen, mi történt, akkor abban nem lett volna semmi. Hát akkor nem veszünk észre olyan dolgokat, ami nagyon fontos lett volna, hogy észrevegyük. Úgyhogy sajnos ezt ilyen nagyon erősen le kell zárni. A lelki részét teljesen félre kell akkor tenni. Mert egyébként nem, de akkor igen, de akkor nem vagy alkalmas arra, vagy nem alkalmas arra az ember, hogy gyilkossági zsaru legyen. Ezt tudomásul kell venni, hogy ott
olyan tragédiát kapsz, de az a munkának az indító része. Sajnos, ha tetszik, ha nem, ezt el kell fogadni. Ha ezt valaki nem tudja elfogadni, és nem tudja csinálni, akkor nem kell jönni. És hála Istennek, ennek nem is volt soha kötelező. Aki viszont eljött, annak meg tudomásuk kell venni, hogy ez az út. Gondolom, nagyon nagy szerepe volt mindig is a helyszínelőknek, meg sokszor halljuk, hogy kihűl a nyom. Ez időben mérhető inkább, vagy terület átfésülésről szó, vagy a kihallgatott embereknek a számától függ, hogy mikor hűl ki egy nyom, hogy mikor jutottak el arra pontra, hogy már... Igen, ugye azt szoktuk mondani, hogy forró nyomon csinálunk dolgokat, ez arról szokott szólni egyébként, hogy ez nincs időhöz kötve, ez lehet egy hét, meg három nap, meg négy nap. Arról szól ez a történet, hogy a tanúkat érdemes minél előbb kihallgatni. Mondok egy érdekes példát, van egy szemtanunk, vagy több szemtanunk van, azokat azt szoktuk csinálni, hogy azonnal külön választjuk őket, hogy ne tudjanak egymással beszélni. Mert ahogy elkezdenek egymással érintkezni, beszélgetni, aki egy kicsit bizonytalan magába, azt tudom befolyásolni, mert én nagyobb hangú vagyok, meg én azt mondom, hogy te hülye vagy, nem volt az piros, hanem az mindig is zöld volt. És egy pillanatra már elkezdik gondolkodni, hogy tényleg lehet, hogy nem is piros volt, hanem volt benne zöld árnyalat, akkor ez meg már nem jó. Tehát mi azt szeretjük, és ez a forró nyom arról szól, hogy a szemtanúkat például, vagy olyan dolgokat, amiket jó lenne objektíven meghallgatni, azokat a gyorsan meg kell csinálni. Tehát csupán gondolkodni, mire mit választ. Igen, meg esetleg hazamegy, megnézi a híradót, és akkor ott is lesz, végig gondolja, hogy akkor ezt jól láthattam. Mert tényleg úgy van, hogy a híradóban is felvezették ezt az egész dolgot, az már nem jó. Ott már elcsúszhatnak dolgok. Tehát ezért mi igyekszünk gyorsan, és ez a forró nyom erről szól meg, hogy minél előbb készteni, ne hülyen ki a nyom. Mert hogy egyébként meg már az kihűlt. Nagyon izgalmas területen vagyunk, jó zsaru, rossz zsaru. Létezik-e ilyen a filmekben, annyira jól alkalmazzák, hogy ez egyik a kedves, kér egy kávét, hogy érzi magát, másik azért ilyen tekintélyesebben szól oda. Hát ilyesmi szokott lenni, nyilván tud működni, nálunk is nyomozó párokba dolgoztak, kihallgatások is úgy mentek, de ez nem a jó zsaru, rossz zsaru szólt, hanem arról szólt, hogy ki tudja felvenni a kapcsolatot a vele szemben ülővel. Nagyon sok gátló és nagyon sok olyan tényező van. És itt sajnos figyelembe kell venni, hogy akár gyanúsítottról beszélünk, akár nem, vagy gyilkosról, neki is vannak érzései a rendőrrel szemben. Tehát, és az nekem nem jó, hogyha két embert összeültetek, akik nem szeretik egymást, vagy nem szimpatikusak egymásnak. Tehát ha tetszik, ha nem, a gyanúsítottnak is kell, hogy figyelembe vegyük az érzéseit. Mert nem akarom én sem, meg utálom ezt, de sajnos ez nem működik másképp. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ő is emberből van, és mikor leül valakivel szembe, akkor ő is értékelje vele szembe. Szimpatikus-e, jó illata van. És még sorolhatnám, nagyon fontos dolgok. És ha ez nem így működik, akkor nincs értelme a kihallgatásnak. Tehát arra, hogy egymással üljenek szembe, vagy esetleg csak ilyen félmondatok legyenek, az nem kihallgatás. És hogyha nem tudok kommunikációt kezdeményezni a mellettem, vagy a velem szemben ülővel, akkor ez nem érdemes. És akkor ez a jó zsaru, rossz zsaru, ez erről szólhat. Tehát nem úgy van, hogy egyik bemegy, agyonrúgassa meg, ez egy olyan a másik, hogy jaj, ne legyél hülye, ez egy olyan rendes ember. Tehát ez nyilván filmekben ez így belefér, de az életben nem erről szól ez a történet, hanem egyszerűen ki kell választani azt, aki jó kihallgató, és fel tudja venni a kontaktust a nyomosítottal. Nem is ilyen szélsőséges esetekre gondoltam, hanem gondolom, hogy verbális, nonverbális jelekből próbálják az egyéniségét kiszűrni, mi az, amivel jobban tudnak ugye kommunikálni vele, és eredményesebb lehet tulajdonképpen kihallgatás. Igen. Volt-e olyan, hogy kihallgatott tanult, vagy magát mondjuk a gyilkost sajnálta, vagy önt érzelmileg megérintette, vagy ő egy gyilkos, ő egy tanul, aki mondjuk lelette el, hogyan lehet ezt kezelni? Hát ezt mindenképpen kezelni kell, és nagyon sok olyan ügy van. Tehát azért nekünk rendőröknek vagy nyomozóknak adott egy csomó segítséget a felderítés maga. Nagyon sok plusz információval rendelkeztünk, nagyon sok emberrel beszél az ember, nagyon sokat hall mondjuk a gyanúsítottról, és a jó és a rossz oldalát is tudja. Tudom, hogy gyerekkorában, hogy ért, mit csináltak vele a szülei, vagy éppen. Mit nem csináltak vele. Tehát igazából egy komoly életképet, egy életpályát fel lehet állítani, és ha ezek
nem is igazat, de azért, amikor beszélgetek valakivel és véleményt mond a másikról, azokat úgy illik ilyenkor megjegyezni és azt mondani, hogy ez majd egyszer még segítségembe lehet. És akkor utána azért kihallgatás előtt, ez mindig az történik, hogy mielőtt papírra vetnénk, vagy mielőtt ez egy komolyabb kihallgatás lenne, azért van egy kötetlen beszélgetés. És csak utána kezdődik az idéző ebben a hivatalosabb része. A kötetlen beszélgetés meg arról szól, hogy azokat az információkat, amiket én hallottam, azokat próbálom visszakapni a másiktól. És ugye ezért nagyon fontos a kommunikáció, mert csak akkor tud az ember információt kapni, ha információt ad. És akkor itt van a nagyon fontos része, a jó zsaru vagy a rossz zsaru, mert ha én nem vagyok szimpatikus neked, akkor nem tud. Akkor én hiába adok információt, hiába vagyok jó fej, nem lesz eredmény. Most ez persze most le van sarkítva, és nyilván azért nincs úgy, hogy mindenki gyanúsított, nem, vagy kiválasztjuk, hogy ki a jó, hogy érzi magát, de ettől függetlenül vannak olyan ügyek, amikor ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ezeket azért jól elmondani, mert hogyha ezt általánosan is próbálja a rendőr csinálni, akkor nagyon sok munkától szabadul meg, és nagyon, nagyon izgalmas tud lenni egy kihallgatás. Talán a legrettenetesebbek a sorozatgyilkosok, mert ugye ott már többször elkövetésről van szó. Ott mit lehet megtalálni? Az embert, az emberben? Mindenképpen, tehát az nem lehet, igen. És az a veszélyes a sorozatgyilkosokban, és az is veszélyes tud lenni, hogy valószínűleg nagyon kellemes embert találunk benne. Nagyon szenzitív, nagyon intelligens, nagyon sokszor előfordult. Volt most egy ikonikus eset Amerikában, most hat meg az elkövető, egy talán 70 vagy 80 nőt gyilkolt meg, és de nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy úgy terítették fel a rendőrök, már életfogytiglan börtönbüntetésen volt, hogy ez a férfi, ez lerajzolta az áldozatokat. Tehát elkövetett, mit tudom én, 20-30 év alatt egy csomó gyilkosságot, már életfogytiglan, és még mindig emlékszik arra, és le tudja rajzolni. Tehát itt a lényeg arról van szó, és nem tehát ezt mindig hozzáteszem, hogy nem csodálattal beszélek róluk, hanem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy nagyon sok érzékeny és szenzitív ember van. És hogyha nem veszünk tudomásul, akkor sikertelenek leszünk. Itt is ugye nagyon sok felderítetlen haláleset volt, és úgy tudták visszakeresni, hogy ez az ember halál előtti időszakban érzett valamit, és azt mondja, hogy meg akarok térni, vagy nem tudom, hogy az agya mitől kattan be, de elkezdte lerajzolni az áldozatait. Most ahhoz, hogy le tudjak rajzolni valamit, elképesztő memóriára kell, és akkor nem csak az, hogy elképesztő, hanem tudni kell ezt rajzolni, kifejezni. És főleg így 70 évesen, vagy idősebben. Igen, és az, hogy 10-20 évvel ezelőtti gyilkosságokat, amikor összeszedett egy szerencsétlen nőt az útszélén, és aztán meggyilkolta, hogy ezeket vissza tudta rajzolni, azért ez egy fantasztikus dolog. Természetesen ez nem menti fel, csak azt mondom, hogy ehhez nagyon kell. Ugye Amerikában létezik a profilalkotó egység, akik itt Magyarországon is, nekem volt szerencsém belül dolgozni még a 90-es évek végén, és ők pszichológusok nagy részben. És ők azok, akik erről az oldalról közelítik meg. Mindenki hallgatást megterveznek, és mint pszichológusok minden helyszínt is úgy mérnek fel. Tehát egy nagyon komoly felkészülési időszak van, és úgy is ülnek le egy emberrel, hogy ő nem egy sorozatgyilkos, hanem egy ember, aki elkövetett bűncselekményeket, és ebből próbálják meg szépen előkaparni. Mert nagyon sok esetben létfontosságú, hogy beszéljen róla, mert nincs meg a holttest, nincsenek bizonyítékok. Tehát valahonnan elő kéne keríteni ezeket a bizonyítékokat, meg a holttestet is, mert is nagyon fontos, hogy elítélhető legyen valaki. Ehhez viszont az kell, hogy a gyanúsított, vagy az elkövető, az kommunikáljon velem, és elmondja nekem. Kicsit, mintha egy krimben lennék, úgy érzem magam, de tényleg így kezdem átélni ezt. Igen, ezt az egészet, tényleg így beszélni róla. Sokszor lehet azt is hallani, hogy a gyilkos visszatér a helyszínre, hogy nem bírja ki, hogy ne lássa, hogy mi történik ott, hogy milyen eredménnyel zárta az esetet. Ez valóban így van, előfordult? Ezt én nem tudom megmondani, mert én még nem találkoztam a helyszínen gyilkosos sajnos.
tök megkönnyíteni a melót. Rövidíteni a nyomozási időt. Azért nagy adomány lenne, hogy csak jövök ki a helyszínről, ott meg jön be. Vagy hello. De ez is nem vagyunk a helyszínen, csak egy-két órát, és utána visszamegy megnézni, vagy azt nem tudom, de azért azt sem szokott telefonni, ezt csak becsöngetne a rendőrségre, hogy hol tartotok. Beszéljünk róla. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez biztosan van ilyen, de elég ritka. Inkább menekülés van. Olyanra gondoltam, hogy mondjuk kihallgatnak egy tanút, és a végén kiderül, hogy ön is tanul, hanem mondjuk egy gyilkos, vagy készülnek a helyszínen fényképek, és hú, az az ember, mintha ő lenne. Tehát ilyenekre gondoltam, nem arra, hogy ahol nyomoltam, és megyem. Én is tudtam, hogy kicsit szórakoztatóbbá tette. Nekem eddig is nagyon szórakoztató volt, megmondom ezt. Tehát igazából biztos, igen, van ilyen, hogy a tanúból lesz elkövető, de az megint nem arról szól, hogy ő visszajön a helyszínre, hanem egyszerűen környezetében van az LA. Tehát úgy kell elképzelni például egy nyomozást, hogy vannak nyomozó, tehát csapatok dolgoznak mondjuk egy gyilkosság ügyön, nálunk 10 fő dolgozott egy ügyön, és akkor ott fel van osztva, mint tudom én. Ha én vagyok az elkövető, akkor azt mondja a nyomozás vezetője, hogy a baráti kör, a tietek, a munkatársi kör, szórakozás, stb. És akkor ezeken a vonalakon végigmennek. Akit ismertem én valaha, azokat kihallgatják. Aztán, ha azok adnak információt, tovább mennek. És ezt minden nap, mikor ez megtörtént, akkor utána összeültünk és megtárgyaltuk, hogy merre érdemes menni, vagy mit érdemes csinálni. Most olyat kérdezik, ami nincs a listán, de most megfogalmazódott bennem. A dolgok komolysága ellenére, én úgy érzem, hogy ezért ott volt humor meg lazaság. Tehát kellett, hogy az ember humorosan is lazán legyen dolgokat ahhoz, hogy ezt tényleg 100%-osan tudja csinálni. Ha nem lenne, akkor biztos, hogy emberek hűltünk volna, akkor valószínűleg nem lennénk normális emberek. Tehát annyi szenny és tragédia és bűn van benne, hogy őrület. Természetesen vannak. Ráadásul én nekem olyan szerencsés helyzetem volt, hogy 50 fővel dolgozhattam fiatalokkal. Hölgyek is voltak? Voltak, igen. És nálunk volt az első gyilkossági csoportvezető hölgy. Ő mentálisan tud ugyanolyan, egy hölgy mentálisan tud ugyanolyan erős lenni, mint egy férfi? Na, abszolút. Sőt, úgy vettem észre én akkoriban, hogy mivel férfi kollégái voltak, azok tudtak felé ilyen érdekes... Tudták úgy kezelni ezt az egész dolgot, hogy elismerték, mint munkatársat, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy a szakmai tudás az nagyon kell hozzá, de ugyanakkor meg tudták úgy csodálni, meg támogatni, hogy mégis egy hölgyről beszélünk. Tehát, és ez a kettő, amikor így összegyúródik, akkor ez egy nagyon jó és egy nagyon konstruktív együttműködést tud összehozni. Nagyon rendes csoport lehetett akkor. Jól tudtak akkor együttműködni ezek szerint. De hát úgy képzeld el, hogy ezek, egyébként ez nem tudott volna működni. Tehát van egy gyilkosság, amit meg kell oldani. Mindenkinek megvan a feladata. Valakinek össze kell ezt fogni. Tehát hogyha itt nem tudtak egymással, itt is ezt elvártam én személyesen a férfi kollégáktól is, hogy legyenek egy kicsit barátok is. Tehát az nekem nem volt jó, mert ha ez előfordult, hogy ilyen össze, akkor inkább egyik menjen el a gyilkossági csoporttól. Hát ez ugyanígy működött a női kollégával szemben. Egy gyenge rendszer oda nem fér be. Hát ha befért, akkor az bomlasztott. És az nem jó. De egyet nagyon kellett vigyázni, bár soha nem volt ellenemre egyébként, mint magánember. Tehát ez a egymás közti kapcsolat. Tehát a munkán túli kapcsolat, a szexuális vagy a szerelmi, mindegy. Tehát igazából arra viszont azért kellett vigyázni, hogy ez ne legyen, legalábbis ne tudják, vagy legalábbis ne hozzák be a munkahelyre, mert soha nem lehet tudni, hogy esetleg a 10 fő közül nem volt a 2-3, aki nőként is úgy nézett. De sem, ez benne van, tehát ezt nem lehet elkerülni. És akkor, ha ez kialakul egy ilyen, vagy mi van akkor, hogyha ez a szellemes pár összeveszik? És akkor azt mondta, ne parancsolgass nekem, meg ilyesmi. Tehát ez veszélyes. Tehát vagy úgy csinálták, hogy erre ne tudja, tudom, mikor hazamfele tartottak, vagy inkább ne legyen. Erre az egyre kellett vigyázni. Egyébként az, hogy női vezető van, az egy fantasztikus dolog volt, legalábbis én világéletemben úgy éreztem. Megmondom őszintén, nagyon szeretem Kalambót és munkfelügyelőt. Én egyiket sem. De ugye nem is vagyok kriminálszikus. A beszélgetésnek, de nem pont őket. Csak
röviden, hadd kérdezem meg, mennyire hasonlít a valósághoz, amit mi ott látunk? Vagy megtörtént esetekből készítenek ilyen filmeket, vagy... Vagy mit mondjak az igazat? Vagy... Mit lehet mondani? Lehet mondani az igazat? Szerintem nagy hülyeség, de én nem tudom ezt kezelni, tehát ilyen nincs. Ez filmen nagyon jó, és nem sokkal őket bántani, mert egyébként ők biztosan izgalmas. Még is tud nézni úgy egyrészt, hogy szórakozik rajta, vagy ú, ez nem úgy van, ez biztos, hogy nem úgy történik, ha ez kizárt dolog. Soha, én mindig szórakozom rajta, tehát ha meg nem, inkább nem nézem meg, de nem azért nem nézem meg, tehát soha nem szoktam értékelni, és soha nem tudtam, egyébként nagyon nehezen találom ki, ha nagyon rákoncentrálok, mert nyilván van benne egy csomó olyan dolog, hogy nehéz kitalálni, és nem is szoktam így jönni abszolút szórakozással, csak én nem szeretem az ilyen stílusú. De akkor ez sok köze van a valósághoz? De hát zsarok vannak benne. És akkor nem sok olyan tudom. És akkor ezzel leizettük a témát. Persze, izgalmas már egy ilyen, de... De akkor a való életben nem ilyen. Hát én azt hiszem nem. Jó, köszönöm. Ezt is megtudtam. Egy Kalambóna már mindegy, mert olyan régi sorozat, hogy az már... Igen, talán. Furcsa, és hogy mi volt akkor az őskorban. Ja. Van egy téma, ami engem kimondottan fokozottan érdekel, a család. Mennyire elkülöníthető a hivatástól, ugye erről már beszéltünk, de ugye a névből is már mindenki tudja, hogy gyermekeinek az édesapja. Ez egy plusz biztonságot ad a gyerekeknek, vagy milyen szinten befolyásolhatja mondjuk az iskolában a létüket, a baráti körben? Azért azt tudom, hogy kell menni. És nekem is, hogy több mint 20 éve voltam zsaru. Persze egy bizonyos idő után meg mindenki tudja, hogy valamiért ismertem ember az apukájuk, de szerintem az osztálytársok nagy része csak miután már egymással megbeszélték. De amikor leültek, akkor fogalmuk nem volt, hogy én zsaru voltam, vagy nem. Tehát azért azt tudom, hogy tényleg generációk nőttek fel azóta, hogy én rendőr voltam. És valahogy jártam úgy, hogy megállított egy rendőr. Nekünk Tihanyban van egy házunk, és rendszeresen, tehát én két laki életet élünk, és ahogy átjöttem itt a kompnál, megállítottak a rendőrök, és nézve a papírjaimat, fogalma nem volt, hogy ki vagyok, addig, amíg a nevet nem olvastál, akkor már valami dereng. Majd azt mondja nekem, hogy bocsánat, mindjárt jövök, és akkor hátra ment, mert egy rendőrautóba ült még két kollégája, szólt nekik, hogy itt van, ott jöttek, megnéztek. Tehát, hogy szex vagy valami, de ne legyen így, hát jó, bocsánat, de hogy, mert hogy tehát ez az arc már úgy nincs meg, mert akkor megvolt, na de hát már mennyi idő eltelt azokkal. Megvan, azokra. Van az a korosztály, akinél megvan. De 20 évesekről beszél. Ja, az más. De az a korosztály. Hogy lenne meg? Tehát ez a világ már, tehát egy pár utcai fiúkot se tud elolvasni, hogy 10 éves, ja, már olyan távoli világ, hogy... Úgy mondom, hogy a 40 pluszosoknak egy bőve megvan, a név, az arc, minden, az nekem is jó korban, van egy olyan pluszos, tehát az egyértelmű. De hogy ezt tudom, és a gyerekeknél meg szerintem semmit nem éreznek abból, hogy én valaha zsaru voltam, vagy nem. Először is se fenyegetés meg. Tehát az életük nem lett se rosszabb, se jobb. De az, hogy apa van a tévében, vagy egy újságban, vagy elmegy előadást tartani ez a része, hogy ismert ember inkább. Igen, de ezt meg az ember egy bizonyos idő után, ahogy ők akkorák voltak, vagy folyamatosan, hogy mindig bevittük őket a médiába. Tehát ez meg úgy nőttek fel, vagy úgy tudatosultak már, hogy ebben a világban, hogy mindig jött egy valaki, ezt lefotóztak minket, talán ilyen aranyos, hogy nagy családosként szerepelünk, és mosolygunk az újságban. Tehát ez úgy kialakult, ez ugyanolyan, mint a holttestnek a találkozása a rendőrrel. Tehát meddig egy gyilkosság és arról leszel, addigra 1000 holtestet találkozom, mert van öngyilkos, meg baleset, meg minden, és az ön természetes idézőjelben. Igen, ebben nőttek fel. Én nagyon féltem a gyerekeimet, ezzel nagyon féltős anyuka vagyok, lányai 21 évesek, kisfiam 8. Mit tudok tanácsolni nekik? Hogyan védjék meg magukat? Tudom, két különböző korosztály, de kisfiam elég félős, én azt javasoltam neki, hogy hangosan kiáll, csak ott talán oda néznek a tanítónénik, és akkor szaladj oda hozzájuk, járt karatéra. Hogyan lehet a gyerekeket úgy megvédeni, hogy ne riadtan éljék az életüket, és támadástól féljenek, de azért az alap dolog meg legyen, hogy mégis mit kell cselekedni? Az iskolai erőszakra azt gondolom, hogy annak egy megoldása van, ha mint szülőnek olyan a kapcsolatom a gyerekemmel, hogy beavat a problémáiba,
És hát akkor van egy üzenet a pedagógusoknak, hogy az se lenne rossz, hogyha pedagógusnak lenne olyan kapcsolata a gyerekekkel, hogy a gyerekbe merje avatni őt is a problémáiba. Tehát, mert ugye a sor az, azért úgy lenne egészséges, és úgy tudna ez valahogy megoldódni, ha először a pedagógus tudná meg, hogy az én, hogy engem bántalmaznak, vagy zaklatnak, vagy csesztetnek állandóan, és utána én. És amikor a következő kör pedig az lenne, hogy anya és pedagógus ül le, és megbeszélni, hogy olyan mit lehet csinálni, mert akkor a pedagógusnál el tudnám mondani, hogy milyen körülmények között történnek a dolgok, vagy ki az osztályban az, aki egy ilyen domináns személyiség, és aki kipécézi magának, tehát ki a bántalmazó. Az, hogy ezt fizikálisan meg lehet-e gátolni, szerintem kizárt. Tehát az lehetetlen, és ez karatézhatna, vagy boxolhatna, vagy bármi, ha ezt nem tudja használni, meg valljuk be, ez egy bántalmazó, a soha nem a gyengébbik, vagy sem pszichikailag, sem testileg nem a gyengébbik csapatból, vagy a társból válik ki, hanem valamiért mindig a csapatnak az elején van, vagy már rossz tanuló, de akkor is van egy olyan domináns személyisége, amivel bárkit bármikor le tud alázni, nem csak fizikálisan, hanem pszichikailag is. Tehát igazából a sor az lenne, hogy pedagógus szülő, és a pedagógus szülő összejátékából kellene kialakítani valamit, és utána pedig egy nagyon érdekes szituációnak kéne, hogy előálljon az osztályközösség. Más megoldás nem lesz csak az, hogyha kiveszem a gyereket, ha az osztályközösség, a jó osztályközösség az nem fogja kitaszítani ezt a bántalmazót. Ez meg az kell, hogy az jó osztályközösség legyen, és akkor megint visszatértünk arra, hogy vajon az osztályfőnök mennyire ismeri és tudja irányítani az osztályát. És ez most mindenféle rossz felhang nélkül mondom. Egyszerűen csak pszichológia. Tehát a 8 évesnél ez az út. A nagylánynál meg, vagy nagylányoknál, én úgy vagyok, mint az én 19 évesemnél, hogy egy szabály van felállítva, hogy éjszaka nem jöhet haza busszal, vonattal, gyalog, taxi. Mindig legyen nála, vagy mindig van nála annyi pénz. Például, ha szórakozni vannak, hogy taxival, azt így teszi a ház előtt, meg oda megy érte. És akkor egy nagy izgalmas részt ki tudtam húzni ebből a dologból. A sok közül, igen. Hát így is nekem is benne van az agyamban, és annyi ilyet láttam, amikor majd szerelmes lesz, és akkor ott van a pasia. És nem tudom, hogy vezet. Vagy részegen is fog vezetni, de nem tudom befolyásolni. És annyi ilyen balesetet láttam, és annyira itt motoszkál az agyamban. Most annyit csináltunk, hogy kicsit ráerőszakoltuk a nagylányunkat, aki most kezdett el vezetni, és akkor kapni fog egy kis autót. Hát, ha ez ad egy plusz dolgot, mert akkor, ha ő megy el autóval, akkor talán majd nem fog inni. Bízom benne. És akkor viszont egy biztos, hogy nem fog senki mellé beülni, mert a kocsit nem akarja ott hagyni. Akkor ez egy picit úgy finomítva van. Az, hogy a szórakozó helyen mi történik, ott megint csak arra tudok visszakanyarodni, hogy ott meg bízom benne, hogy a baráti társasága olyan, akik odafigyelnek egymásra és segítik egymást. Gondolok arra, ha beledobnak valamit az italába, akkor talán aki ott van vele, az meg tudja akadályozni, hogy a végtragédia az megoldódjon. Vagy az legyen belőle. Tehát igazából ez egy ilyen érdekes dolog, de hát ennél többet nem lehet tenni. Itt azért erős az apai érzés, ugye? Tehát az az erősebb, mint hogy milyen bűncselekményeket látott, és mint hogy lehetne kivédeni. Tehát a féltés az ugyanilyen természetes, ugye? Ha én abból indulnék ki, hogy milyen bűncselekményeket láttam, akkor nem engedném sehova. Tehát ha ez is, akkor viszont saját magamat is, tehát akkor tönkretenném a környezetemet, de akkor valószínűleg én is egy ilyen idegalacs lennék, tehát azt nem szabad figyelembe venni. Én mindig úgy ülök le, hogy pozitívan előre, ez nem fordulhat elő nálunk, tudom, hogy hülyeség, de ettől függesen, igen. Csak én azt is hittem, gondolom, hogy ha szabályokat és különböző dolgokat, vagy kommunikálunk a lányainkkal, és elmondjuk neki ezeket a dolgokat, annyi biztos megmarad, hogy néha feloszt. Még akkor is, ha legnagyobb unatkozásban vannak. Hát, ha nem tudunk más csinálni, vagy elmondjuk, és akkor bízunk abban, hogy valami megragad rajtuk.
egyébként, ha nem, akkor meg majd szembesülünk a tragédiával, és akkor megpróbálom be valamit csinálni, de nincs más lehetőség. Tehát állandóan törlődni rajta nem lehet. Mit gondol a pandémia, most, hogy ezért úgy nyitogatnak a dolgok, és indul a szabadabb élet? Bűncselekmények tekintetében várható, hogy rosszabb lesz a helyzet, mint ami volt, vagy nem biztos, hogy hatással lesz rá? Vagy az embereknek ez a hirtelen szabadság mit fog majd adni vajon? Hát az elmúlt években, vagy az elmúlt hosszú években a Magyarországon nem is a gyilkosságok voltak vagyis nem is az ismeretlenes gyilkosságok, meg az ilyen leszámolások voltak, most már vagy tizenvalahány éve ilyenekről szinte nem is lehet hallani. De a legvadabb gyilkosságok sajnos, és a legkeményebb dolgok azok családon belül történtek. És nyilván ezt a pandémia nem javította. Pont ezt akartam, hogy ez biztos, hogy ezen csak még elrontott is a helyzetben, és össze voltak zárva. Igen, de ebbe az a... Nem csak a rossz hír, hanem ezt azt is tudomásul kell venni, hogy ez nem rendőrségi probléma, ez szociológia. Tehát ez sajnos az. Ugye azt kéne kitalálnunk, hogy vajon miért történik az, hogy annyira frusztrált vagyok, vagy frusztráltak vagyunk, és annyira sok a problémánk, hogy amikor hazaérek, akkor ránézek a feleségemre, és nem tudok mást elképzelni, csak azt, hogy ezt a rohadékot én most kinyírom. Vagy megverem, aztán ha szerencséje van, túléri. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon honnan jön ez, és hogy miért vannak bennünk ezek a dolgok. És sajnos nagyon sok a családunk belül erőszak. Most így összezárva egyébként is minden ránk ömlik, mert elmegy a munkánk, meg nem tudok kimenni, nincs pénzünk, és akkor minden találkoznak egymással. És ez nőtni is előfordulhat, hogy a férjét megöli. Tehát ez de igen. És ez egy nagy kérdés, hogy ezzel majd mit lehet kezdeni, mert a legrosszabb része az, hogy itt arra is fel kell készülnünk, hogy ilyen poszttraumás stresszként vajon mi marad meg bennünk a pandémiás időszakból, ami majd akkor fog még jobban nem dübörögni, amikor ebből felszabadulunk, de ez a valami, ez ott marad bennünk. Csak legyünk végre túl rajta. Hát igen, de... Ha úgy leszünk túlhajtó, hogy közben lelövöm a feleségemet, akkor senkinek nem szerencsés. Tehát nagyon nehéz lesz úgy túl lenni rajta. A túl lenni rajta ez azt jelenti számomra, hogy vissza kéne lépnünk ugyanabba abba az idézőjeles, szabad és jólétes világba, ami a pandémia előtt volt. Nagyon sokan szkeptikusak, és úgy gondolják, hogy olyan már nem lesz. Na de aki például elvesztette az állását, az nem tud optimista lenni. És az nem tudja úgy kezdeni az életét, hogy... Tehát önöknél is azért, hogyha nincs meg az a lehetőség, hogy talán jövő héten itt majd ülnek 400-an vagy 500-an, akkor azért magára elgondolkodna rajta mindenki, hogy érdemes ide bejönni, vagy megint most egy évet majd végigküzdünk úgy, hogy majd kitálunk valamit, hogy online bemutatjuk. Tehát ez egy nagyon érdekes szituáció is. Ezért örömmel mondom, hogy mindenki él a családokban is, meg itt a munkahelyükön is, hál' Istennek, összetartó csapat is. Egyébként meg nem beszélgetnénk, ha nem. Tehát ez tény. Most kéne szememből kiolvasni, történhetett-e olyan, amit elhallgattam? Komolyra fordítva szólt, hogyan kapcsolódik ki? Biztos, hogy minden embernek kell valami, ahol le tudja vezetni a feszültséget, ahol feloldódik. Van hobbija? Teniszezem. És nekem az a kikapcsolódás, meg nagyon őszintén én ilyen otthon ülős lettem, ahogy öregszem. És a csajok maradtak. Őket már ilyen idióta szinten kiszolgálom. És most, hogy vége volt az online tanításnak, reggel bevittem őket hétfőn suliba, mert felsősök, és most 10-én kezdték. Tök szalul éreztem magam, mondom. Üres volt a ház? Hazaértem, senki nem volt otthon, mert még akkor ilyenkor megvoltak azok a bevett szokásaink, hogy online óra van, akkor lejöttek, akkor almát apuka csinál, meg ilyen, nem tudom, olyan furcsa volt, és a feleség azt mondta, teljesen meg vagy hűlve, tehát tényleg. Tehát nekem volt furcsa, hogy Atya Úristen, most hogyan tovább, most itt tenni, és elmegyek majd dolgozni, vagy nem tudom, mit csinálok magam. Kell egy kutya, egy macska, valami házi van. Mind a kettő, persze, ez olyan gyerj ez az egész, de van, igen. Úgyhogy, de érdekes a dolog, mert tényleg ilyen tehát én abszolút ilyen kiszolgáló személyzet lettem. Szerintem és azt a lányom imádják. Annyira nehéz ezt elhinni erről. Én szerintem, aki nézni fogja. Ez apám volt. Mert
jó, oké. Okay. Nézni mindjárt... fogja ezt a riportot, hát nagyon nehezen fogják elképzelni szerintem. Az én csajai? Doszkot Péter, ja, otthon a kis ikrekkel. Én nagyon élveztem a beszélgetést, és van egy kérdés, amit ilyenkor mindig fölteszek, és tényleg kíváncsi vagyok rá. Mit üzenne a 18 éves önmagának? A csajhoz, mi csajhoz? Nem tudom, és hirtelen... Akkor a fiatalkori önmagának. Akkor én meg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden úgy alakult, ahogy én terveztem, és ha lehetne, akkor újra átélném. Tehát, de minden egyes részét. Tehát nem, most hirtelen, ha visszagondolok, nem tudok arra gondolni, hogy azt úgy kihúznám belőle, mert minden úgy volt jó, hogy volt, és azért történt, és viszont ez tök jó. Csodálatos gyerekkorom volt, hála szüleimnek, nem tudom, imádtam a gimnáziumot, tehát minden jó volt, úgyhogy én nagyon szívesen visszalépnék abban a világban, és végigcsinálnám újra. Na akkor ráadásul lehetnék zsarulni megint, vagy szépen. Szerintem most nagyon sokan szeretnének vagy Doszkot Péterek lenni, vagy olyan megelégedettek lenni, mint amilyen ön, mert nem sok ember mondhatja szerintem el magáról, hogy az addig, ahová eljutott, azt örömmel tette, ugyanígy csinál le, és hát egy boldog, sikeres élet áll eddig. De akkor gyorsan hozzáteszem, hogy én nem példaként szeretnék te egyszerűenni, egyszerűen saját magamra gondoltam, hogy nekem ez így bejött, és sikerült. És ebben benne van mindenféle kudarc, és minden, és voltak azok is, meg elvállás, meg minden. De egyébként, hogyha összegzem, akkor minden sikerült, amit én szerettem volna. Lehet, hogy egy-két évet kihúznék, de egyébként nem. De viszont azt üzenem akkor mindenkinek, hogy saját magunk kovácsai vagyunk. Aztán hajrá! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szuper volt ez a beszélgetés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.